Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Átadták a Tomori Pál Dunahidat. Beszédet mondott Orbán Viktor, miniszterelnök. Utcafórum. Lázár János Szekszárdon. Új uszoda Szekszárdon. Lázár János is megtekintette az építési területet. A bezárt, életveszélyesnek nyilvánított szekszárdi uszoda újranyitása. A Fidesz képviselője szerint kampányfogás Bomba Gábor ígérete. Elkészült a Tolna és Bács-Kiskun vármegyéket összekötő Kalocsa-Paks új Dunahíd. A fejlesztés az eddigieknél jelentősen rövidebb közúti összekötetést teremt a két térség között. Kalocsa és Paks között a korábbi 40-50 percről a menetidő mintegy 15 perccel csökken. Az átadó eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Filvig Géza Kalocsa polgármestere és Szabó Péter Paks polgármestere. A 2021-es év elején indult munkaidén június 6-án a szalag átvágásával hivatalosan a végéhez érkezett. Tomori Pál hadvezér, kalocsai érsek nevét viseli a Duna két partját összekötő új híd Kalocsa és Paks között. A munkálatok során a kivitelező 28 ezer köbméter betont épített be, az összeszerelt acélszerkezet tömege pedig meghaladja az 5 ezer tonnát. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában egy 2x1 sávos, 946 méter hosszúságú, 10 támaszú híd épült. Büszke vagyok rá, és nem lehet elégszer elmondani, hogy ezt az építészeti remekművet magyar mérnökök álmodták meg. Magyar kivitelező építette meg, és büszke vagyok arra, hogy kalocsai vállalkozás is bekapcsolódhatott a munkába. Ezt mondta a híd átadásán Kalocsa polgármestere, Paks polgármestere pedig arról beszélt, hogy a híd a fejlődés lehetőségének biztos záloga. Nekünk, paksiaknak ez a híd a holnap reménye, hiszen tudjuk, hogy ahogy a híd megépült, úgy az atomerőmű új blokkjai is elkészülnek, mely nem csak Magyarország energiabiztonságát, hanem városunk biztos jövőjét is szolgálja. Ezért a híd a paksiak és a régióban élők számára a fejlődés lehetőségének biztos záloga is. Hiszen ha Paks fejlődik, akkor vele együtt a környék települései is előre jutnak. A híd elkészüléséhez rengeteg szakág és szakember összehangolt együttműködésére volt szükség. Az átadás a miniszterelnök szerint egy hosszú távra szóló országfejlesztési terv része. Ezt a térséget a nyugat kapujává teszi. Az M6-os autópályát elvittük a határig, és ezzel a horvát-szlavón területeket összekötjük Magyarországgal. A most következő lépés az, hogy a Szerbiából érkező forgalmat és nyomában a logisztikai központokat, beruházásokat, termelési egységek egy jelentős részét áttereljük errefele, és ezzel bekössük Paks és Kalocsa környékét egy gyorsan fejlődő régióba. A hidat június 6-án Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg. A hatalmas építmény a hozzá kapcsolódó úthálózattal együtt hazai forrásból 92 milliárd forintból valósult meg. Orbán Viktor miniszterelnök hídavató ünnepségen elmondott beszédét 21 óra 30 perckor nézhetik meg a Tolnatáj Televízióban. Lázár János építési és közlekedési miniszter, Horváth Istvánnal, Tolna vármegye országgyűlési képviselőjével és Berlinger Attilával, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármester jelöltjével tartott közös utcafórumot Szekszárdon a Garai téren. Többek között az együttműködésről és az ígéretekről is szó esett. A közösen tartott utcafórum sokkal inkább a buzdító beszéd lett, hiszen Lázár János építési és közlekedési miniszter leginkább azzal foglalkozott, hogy a nem sokára esedékes választásokig nem lehet pihenni. Mint mondta, a legnagyobb ellenség ilyenkor a passzivitás, de kiemelte, hogy Berlinger Attila mindenki polgármester jelöltje, mindenki csak jól járhat vele. A választás tétje részben az mindig, hogy hányan szavaznak, minél többen szavaznak, annál erősebb a demokrácia Magyarországon. Szekszárdon nagy a tét, mert azt szeretnénk, hogyha a város dolgai rendezett mederben folynának a következő időszakban. Azért jöttem, hogy megköszönjem Ács Rezső polgármester úrnak az eddigi munkáját, alpolgármester úrnak az átmeneti időszakban való helytállását, és mindenkit arra biztassak, hogy Berlinger Attilának szavazzanak bizalmat, polgármesterjelöltünknek, aki alkalmas arra, hogy békét teremtsen. Ha megválasztják, ő nem háborúzni fog, hanem mindenkinek a polgármestere lesz.
ha meg lesz a többsége is, amit nagyon szeretnénk, akkor Szekszárd előtt egy új fejlődés áll. Amit ígértünk Szekszárdnak, mindent teljesíteni fogunk. A béke kérdése nem csak országos, de helyi szinten is fontos, hiszen az együttműködés és az ezáltali gyarapodás, vagy a folyamatos lemaradás és széthúzás az, amiről a szekszárdiak dönthetnek a miniszter szerint. Mi nem akarunk lenni, hanem akarunk tenni. Ami azt jelenti, hogy mi nem azért csináljuk a politikát, mert polgármesterek vagy országgyűlési képviselők akarunk lenni, mi azért dolgozunk, hogy az a hely, ahová születtünk, amiben élünk, ahová köt a családunk, az életünk, az egzisztenciánk, a sokkal-sokkal jobb hely legyen, érezzük ennek a kötelességét és a felelősségét. Berlinger Attila bizakodik abban, hogy Lázár János érkezése és támogatása újra a fejlődés útjára terelheti Szekszárdot. Egy órától a Garai téren miniszter úr egy buzdító beszédet tartott a közelgő választások előtt, és hangsúlyozta, hogy Szekszárd minden olyan forrásra számíthat, amely az elmúlt években elveszett, de egy együttműködő városvezetéssel, amely a kormánnyal és Magyarország vezető minisztereivel újra egy szövetséget kíván kötni, akkor Szekszárd felvilágoztatása visszatérhet. Természetesen minden részvevő számára nagy esemény volt ez, sokat tanulhattak a rutinus politikustól azok is, akik azért nem olyan régóta szerepelnek a politikában. Tehát azt gondoltam, hogy én jól tudok kommunikálni és beszélni, hát rájöttem, hogy nem. Vagyis, hogy van mit még fejlődni és van hova fejlődni. Nyilván nekem azért eddig más volt a szakterületem, elsősorban a sport és a kosárlabda világa, neki meg már nyilván nagyon régóta a közélet, úgyhogy engem megmondom őszintén, hogy lenyűgözött, és erre a néhány napra, 3-4 napra új energiákkal töltött fel. Mint azt Lázár János mondta, a kormány stratégiai partnerként tekint Szekszárdra, fontos csomópontként, legyen szó autópályáról vagy dunai áruszállításról. Lázár János építési és közlekedési miniszter a nemrégiben újraindult szekszárdi uszoda munkálatairól, a korábban már megépített szerkezetek állapotáról és a tervekről is egyeztetett a kivitelezőkkel és szekszárdi képviselőkkel. Lázár János építési és közlekedési miniszter meglátogatta az új szekszárdi uszoda építési területét és fontos információkat kért a művezetőktől, valamint a helyi képviselőktől. Érdeklődött például a korábban már lehelyezett szerkezetek állapotáról és minőségéről, a határidőről és az eddig felmerült nehézségekről is. Néhány évig a fölfüggesztések, a Covid és a rossz döntések miatt szünetelt a beruházásnak a folytatása, illetve az építkezés. Most azért jöttem, hogy megnézzem a munkaterületnek az átadását. Most a tárcánk átvette ennek a beruházásnak a befejezését, tehát termentesítettük Szekszárdváros polgárait attól, hogy megépítsék, és attól is termentesíteni akarjuk, hogy majd üzemeltessék ezt az uszodát. Még a Modern Városok programban állapodtunk meg az uszoda megépítésében, és most mintegy 3,5 milliárd forintos többletköltséggel be fogjuk fejezni ezt. Fontosnak tartja, hogy ha kisebb megyei jugóváros is Szekszárd, azért a lehetőségekhez mérten gyarapodjon és fejlődjön, ehhez járul hozzá az új úszoda befejezése. Én azt gondolom, hogy egy megyei jugóvárosban egy modern, jó minőségi úszodára a sportélet, illetve az utánpótlás nevelés és az egészségmegőrzés miatt, a mindennapos testnevelés miatt is elengedhetetlenül szükség van. Remélem, hogy 2025 tanévkezdésre most már készen leszünk. Most a kivitelező átvette a területet, zajlik a fölmérése mindannak, amit tapasztalnak, mi pedig, mint megrendelő, ki fogjuk belőlük taposni, hogy 25 szeptemberben el is készüljön az úszoda. Nagy dolog, hogy egyáltalán meg tudjuk menteni ezt a beruházást. Ehhez kellett a képviselőtársaknak, illetve a szekszárdi önkormányzatok a nyomása is. Mint az ismeretes, az építést néhány hete kezdték meg, a munkálatok folyamatosan zajlanak. Bomba Gábor, az Éjjel Szekszárd Egyesület polgármester jelöltje kampánya során azt ígérte a választóknak, hogy a következő ciklusban újra nyitják az évekkel ezelőtt életveszélyesnek nyilvánított és ezért bezárt Toldi utcai uszodát. Máté Péter, a helyi Fidesz frakció vezetője szerint az ígéret csak kampányfogás, hiszen a lerobbant állapotú létesítményt képtelenség lenne újra nyitni, az új uszoda pedig 480 nap múlva elkészül. Értelmetlen dolog, mikor 470 nap múlva nyit az állami pénzből épített, állami költségvetésből fenntartott uszoda, akkor minek ugyanakkorra, vagy esetleg későbbre ezt itt megnyitni? Semmi értelmetlen dolog, ez pocsékolás. A felvételeken a 2015-ben bezárt szekszárdi Toldi utcai uszoda látható. Pontosabban, ami maradt belőle. Az épület mára már lepusztult, leginkább egy hollywoodi posztapokaliptikus film helyszínére emlékeztet. Egy bezáráskor készült statikai vélemény szerint a létesítmény tetőszerkezete életveszélyes. Azon kívül a nagy medence a szivárgott, tehát ez a másik tény. Továbbá ennek az uszodának az energetikai tanúsítványa aznek se lenne, mivel rettentő rossz szigetelésű, ez nagyon régen épült, nem felel meg semmilyen szabványnak. Azon kívül, ami még van egy probléma,
a vizet itt melegíteni kellett. Tehát melegíteni kellett a vizet, és folyamatosan rettentő sok volt a fenntartási költségenek az utának. Tehát ezt az utát jelenleg körülnézünk, igaziból nagyon sok pénzre kell megnyitni, és a legfontosabb dolog, hogy erre nincs pályázat, nincs állami támogatás, ez Szekszárdváros saját költségvetési keretéből kellene megoldani, ennyi pénz a költségvetésbe nincs erre. További szempont, hogy az uszodának nincs parkolója sem. Bomba Gábor, az Éjjel Szekszárd Egyesület szekszárdi polgármester jelöltje Facebook oldalán nemrég azt ígérte a választóknak, hogy újra nyitják a bezárt komplexumot a családok és a kikapcsolódásra vágyók számára. Máté Péter szerint ez olyan ígéret, amit nem lehet betartani. Vélemény szerint ezt nagyon sok pénzből, több milliárd forintból lehetne beüzemelni, úgyhogy nincs hozzá parkoló és nagyon magas fenntartási költsége. Ezzel szemben épül a másik uszoda, ami amikor az Ilyen Szekszárd megnyerte a választást, röviden utána azzal kezdett Bomba Gábor, és feljelentette a Szekszárdváros polgármesterét az uszoda beruházás miatt, és meg is torpant a beruházás, úgyhogy sajnos majdnem csődbe is fulladt az egész. Tehát ezt most sikerült visszahozni Szekszárdváros lakóinak, úgyhogy 480 nap múlva nyitni fog az uszoda, jelenleg folyik az építkezés, magyar állam építi fel az uszodát, és a magyar állam fogja üzemeltetni. Vélemény szerint ez a jó, és e felé kell mennünk. Fontos különbség tehát, hogy míg az új sportutcai uszodát a magyar kormány saját költségéből építi és üzemelteti majd, addig a régi Toldi utcai uszoda csak Szekszárdváros saját költségvetéséből valósulhatna meg, erre pedig nincs keret, mondja a képviselő. Egyébként az uszoda üzemeltetés, ennek uszodának üzemeltetése veszteséges volt mindig, ezen soha nem volt nyereség a városnak, vagyis a Szekszárdi Vízmű Kft-nek, és jelenleg úgy tudom, Magyarországon az uszodákon nincs nyereség. Ugyanakkor nekünk, szekszárdiaknak a magyar állam megépíti a szolgát, amin nekünk nem lesz veszteségünk. Szarvason tartotta missziói és családi napját a déli egyházkerület. Az esemény záró programpontjai között köszöntötték az idei hűségérmeseket és Tesedik díjasokat. Az év lelkésze elismerést Aradi András Esperes, Bonyhád Percel díjasa vehette át. A Tesedik Sámuel lelkész idején 1788-ban épült ótemplomban mintegy 600-an dicsérték Istent és töltekeztek a közösségben megélt hit erejével. Tájékoztatott az evangelikus.hu internetes portál. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság Tolna vármegyei szakaszmérnökségének segítségével elindult a vízpotlás a Faddi Dunaholtágnál. A víz a Dombori szivornyán keresztül érkezik. Ez egy kiemelten fontos lehetőség a településnek, hiszen az elmúlt két hónapban folyamatosan csökkent a vízszint a Holtágban, valamint a nyári, aszályos időszakra is fel kell készülni, írta Bordács József polgármester Facebook oldalán. A vízminőség ellenőrzést az önkormányzat végezteti akkreditált laborban. Nagyon erős UVB sugárzás várható pénteken a Dunántúlon, közölte a Hungaromet ZRT. Az UV index meghaladja a 7-es értéket. Ezeken a területeken fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. 18 csapat részvételével országos kispályás rendőr labdarúgó bajnokságot rendeztek Szegeden. Tolna vármegye rendőr focistái egy 4-fős csoportba kerültek, ahol először Borsod Abói Zemplén alakulata ellen értek el 2-2-es eredményt, majd 3-2-re verték Jász Nagykun Szolnok rendőrgárdáját, végül 15-1-re múlták felül a veszprémi delegációt. Egészen a bronzmeccsig meneteltek, ahol Csongrád Csanád vármegye válogatottja állította meg őket. Pénteken utazik Portugáliába az Európai Bajnokok tornájára a Bonyhád BFC strandlabdarúgó csapata. A völgységi együttes vasárnap játszó első mérkőzését csoportjában a világ egyik, hanem a legjobb gárdája a portugál világsztárokból álló Braga ellen. Hétfőn a francia Marseille ellen csapnak össze, kedden pedig a cseh kirakat csapat Slavia Praha lesz az ellenfelük. A bonyhádiak számára már a pontszerzés is nagy bravúrnak számítana. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is színes programokkal készült a június 5-i diáknapjára a Dombóvári Tolna vármegyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum. Lőcze Tibor igazgató elmondta, a már hagyománynak tekinthető rendezvényen a tanulók sokféle tevékenység közül választhattak. A programok nagyon színesek, igazából ennek a diáknak már nagyon nagy hagyománya van.
valójában tavasszal szoktuk a tavaszi szünet előtt megrendezni, de most az időjárás sajnos ezt nem tette lehetővé, úgyhogy most az év vége felé csúszott egy kicsit. Nagyon kényelmesen vagyunk most így mi tanárok, mert a diákjaink nagyon kreatívak, és gyakorlatilag mi csak ilyen koordinációs és támogató szerepet töltünk be. Rengeteg színes program van, az új zenekarunk most fog debütálni, a diák zenekarunk, ezen kívül palacsintasütés, autós találkozó, különböző sportprogramok, szabadulószoba, ezek mind olyanok, amik a diákok szerettek volna, és ők állították össze. Az önkormányzat lehetőséget biztosított az iskolának arra, hogy az intézmény melletti parkolót igénybe tudják venni, ahol egy autós találkozót szerveztek. Többféle gépjármű felsorakozott, volt, amelyet kézzel készítettek. Ezen felül volt kötélhúzás, focikupa, kutyás bemutató, valamint egy diákokból álló zenekar is debütált. Körülbelül egy olyan 3-4 hete alakultunk meg. Az volt a terv, hogy erre a diák napra, de aztán utána tovább gondoltuk, szóval együtt is maradunk igazából utána. Az együttes sokféle zenei műfajt képvisel. Igazából mindenféle stílusból válogattunk. Van rock and roll, rock, metal, kicsit mulatósabb is van benne. Pintér Lili Élet az autizmussal címmel tartott előadást, betekintést engedve ezzel az életébe. Egy előadó vagyok, aki már harmadszorra jön előadást tartani ide az Apácaiba, így az autizmusról, amit az Out Talent 2023 nevű pályázat projekt keretein belül tudtunk megvalósítani, és az előadás célja az, hogy ezeket a sztereotípiákat, amik az autizmussal kapcsolatban felmerülnek, azokat így eltöröljük, és ezeket a saját történetemen, eredményeimen, álmai megvalósításával szemléltetem a fiataloknak, és motiválom őket arra, hogy éljenek az álmaikért, és ne adják fel. A kutyás bemutató alkalmával a helyi oktató tartott gyakorlati szemlét a diákoknak, ahol többek közt megnézhették, milyen képzésben vesznek részt a rendőri, illetve katonai szolgálatot végző ebek. Emellett többen részt vettek a főzőversenyen, voltak, akik csilisbabot készítettek, egy másik csapat bográcsában pedig pörkölt rotyogott. A remek hangulathoz nagyban hozzájárult az intézmény közösségépítő szerepvállalása is. Regionális híreink következnek. Fáklyások rajzolták meg a Trianon előtti határokat, Nemzeti Összetartozás napja Siklóson. Filmesek fala, 3 új kézlenyomat került a Zamárdi kert mozifalára. Fáklyákkal rajzolt határvonal, őrtűz, zenei program a színpadon. Így emlékeztek a Nemzeti Összetartozás napján a siklósiak. Immár hagyományosan a Várkert füves területén rajzolják fel az egykori Nagy-Magyarországot a civil szervezetek tagjai. Idén Varga Miklós koncertjével zárult az esemény. Indulnak a fáklyások a siklósi Várkertben a Nemzeti Összetartozás napjának estéjén. Immár hagyományosan itt emlékeztek a Baranyai Város szervezetei, polgárai a trianoni békediktátum évfordulóján a nemzeti tragédiára. 2020 volt az első Nemzeti Összetartozás napján megtartott rendezvényünk, amikor is a Siklósi Hagyományőrző Egyesület élén Puskás Zoltánnal megálmodta ezt a rendezvényt, és megkeresett minket, hogy mi lenne, hogyha egy nagyszabású rendezvényben összetrombitálnánk a város apraja nagyját. És akkor elkezdtük szervezni, először picibe, aztán évről évre nagyobb lett, és most jutottunk el idén oda, hogy egy egyórás műsort tudtak már összerakni a hagyományőrzőink és mindenki, aki hozzájuk csatlakozott. Gyakorlatilag az egész város minden civil szervezete, intézménye és mindenki szerepet vállalt ebben. A fáklyák a Nagy-Magyarország határait rajzolták meg a fényükkel, majd hazánk jelenlegi határait is megjelenítették. Így mutatva meg, mekkora területeket vesztett az ország az első világháború után. Nekünk több településünk is, testvértelepülésünk a határainkon túlról, és amikor őket meglátogatjuk, akkor mindig azt mondják, hogy hát jó az az időszak, amikor nyugalmi helyzet van, és jó akkor is találkozni, de ilyenkor mindig meg tudjuk egymást erősíteni abban, hogy mi összetartozunk, és ha összefogunk, akkor legyőzhetetlenek vagyunk. És szerintem ez az üzenete ennek a mai napnak, hogy nem hagytuk magunkat eltiporni, nem hagytuk magunkat szétszakítani. A lelkünk most is összeforr a külhoni magyaroknak és a határon belül élő magyar nemzethez tartozó magyaroknak.
Minden évben sokakat vonz a közös emlékezés, a látvány a siklósi várkertben, mondta polgármester. Nagyon büszke vagyok, hogy közel 1000 ember megjelenik itt évről évre a siklósi várkertben, és emlékezünk, és minőségi rendezvényt tudunk tartani. Úgy látom, és ez a legfontosabb üzenet ennek, hogy a gyermekeknek is át tudjuk adni ezt az üzenetet. Itt vannak velünk a gyermekek, viszik a fáklyát, megkapják az üzeneteket, megkapják ezeket az érzelmeket és gondolatokat. Ez igazándiból, ez volt az indítatója ennek az eseménynek. Az őrtüzet is meggyújtották, közben a színpadon zenei előadásokkal teremtettek az eseményhez méltó hangulatot. Az estet végül Varga Miklós koncertje zárta. Örüljünk egymásnak, amit orrtal áldozunk. Mór Marianna, Koltai Róbert és Harkányi Endre kézlenyomata került fel idén az Amárdi Filmesek falára, amely így már 26 magyar művészt mutat be az arra járóknak. A kertmoziban pedig kiállításon látható a hazai filmszínész Parnasszus. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt jár. Hogy itt járt, én tudom csupán nyögő lombokat. Ady Endre Párizsban járt az ősz című versével köszöntötte a közönséget Zamárdiban Koltai Róbert. Mór Marianna és Harkányi Endre mellett az ő neve és tenyérlenyomata is felkerült a filmesek falára. Egy megható alkalom, hogy elkészítették a kézlenyomatomat. Így már 26 magyar filmes neve és kézlenyomata látható a Zamárdi kertmozi bejáratánál, köztem Molnár Piroskáé, Törőcsik Marié, Ternopszki Béláé és Makkároé. A kertmozit 2012-ben újította fel a város, 2013-ban pedig a filmesek fala is elkészült. Volt itt egy ilyen dísz ezen a homlokzaton, ami az idővel elkopott, és itt a felújítás során már nem lehetett megmenteni, és volt ez a kis falfülke. Ez a mélyedés, ami üresen tátongott, és akkor találtam ki azt, mint a Hollywoodban, hogy a sétányon van a cipőlenyomat, hanem ide a kezek kerüljenek föl sokkal személyesebb, és ezt a homlokzatot így is egy kicsit feldobnám. A kertmozi fala is színészek portréival telt meg erre a nyára. A magyar filmszínész Parnasszus 79 művészt mutat be a hazai filmgyártás kezdeti időszakától napjainkig. Olyan színészeknek is bemutassuk az emlékét, akik már tényleg a mai generációk számára idegenek. Például ahol most állunk, ugye a mai fiatalok már nem nagyon néznek 30-as, 40-es években készült filmeket, és valahogy a mozi hangulatához ők hozzátartoznak, mert nagyon sokat adtak a 30-as évektől, mondjuk egészen a napjainkig, és a kiállításnak is a tematikája olyan, hogy kezdődik mondjuk így a mozi hangos film hőskorában, Percelzit a Kabos Gyula világától, és eljutunk Pap Veráig, aki szegény nem rég hunyt el, és így végigmegyünk 80 évnek a nagy filmszínészei. A kertmozi tavaszi program kínálatában is a régebbi magyar mozifilmek kaptak helyet. Nem csak a szabadtéri filmnézés, hanem a klasszikusok is népszerűek, mondja a mozi üzemeltetője. Igazi reneszánszát éli ez az egész vetítési stílus szerintem. A tavasz folyamán a Csini Babát, Égigérőfüvet, az Indul a Bakterházat, Sosi Alumeget, ilyen jellegű filmeket vetítettük. Nyáron pedig külföldi sikerfilmek is helyet kapnak az Amárdi kertmozi kínálatában, de a labdarúgó Európa-bajnokság magyar mérkőzéseire szurkolói klubbá alakul a szabadtéri mozi. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Átadták a Tomori Pál Dunahidat. Beszédet mondott Orbán Viktor, miniszterelnök. Utcafórum, Lázár János Szekszárdon. Új uszoda Szekszárdon. Lázár János is megtekintette az építési területet. A bezárt, életveszélyesnek nyilvánított szekszárdi uszoda újranyitása. A Fidesz képviselője szerint kampányfogás Bomba Gábor ígérete. Pénteken dél előtt a déli és nyugati országrészben napos idő valószínű.
Délután füllett meleg idő várható, de országszerte mérsékelt felhősödések zavarják meg időről időre a napsütést, és elszórtan összességében kevés helyet érintően, de bárhol az országban kialakulhat futózápor eső. Délen kevéssel 30 fok fölé melegszik várhatóan a levegő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!